A Railgun a legerősebb sniper a játékban. Tudom, hogy ezzel nem mondtam újat, de átlő a falon, sokat is sebez. Visszatért a játékba a Visszatért a játékba a Recon Scannerrel együtt. Ebben a videóban 18 ember fogok megsemmisíteni ezzel az undorító kombóval. Köszönöm szépen a lájkot, illetve a feliratkozást, hatalmas pacsi nektek. Ha meg támogatni szeretnél, akkor meg használd a Matyolat kódot. Köszönöm szépen. Miért még elkezdenénk a gémet, bejött a Collider is közbe, csak ugye nem csináltam videót, elmondom majd miért, de bejött ez a nagy POI, ami miatt nincs FPS-em, de nekünk most tényleg a Recon Scanner. De kéne az a fegyver, te jó lenne. Jelenekbe csak van, szerintem. És kaptunk egyből Railgun-t is, meg Recon Scannert is. Asta. Az is nézzétek, mit fog kapni. 85, egy hit. De Jézus úristen, ez a fejbe. 85. Visszatértünk, back in action, hát nem tudom mi történt. Annyira jó snipe-okat lőttem a Railgunnal, hogy még a netem is feladta. Azt mondod akkor, hogy ez a chest egyből ad Railgunt. És megint, és tényleg, na jó, így viszont nagyon könnyű lesz a kihívás. Ott egy korona, az kell nekem. Ugye gyűjtjük egyébként, amit a videó elején mondtam, a 100 koronát gyűjtjük, azt próbálom elérni. Oké, megvan. És viszont itt vannak. 60 fehér. Nice, megvan ő is. De a Railgunom. Viszont inkább újra töltem. Ezen tört. De könnyű így megnézni, hogy hol az ember. Nagyon-nagyon könnyű. 34 fehér. Lila Railgun. Azt a rohadt. 178. Wow. Várjátok egy kicsit. Én is kaptam azért. Inkább elmegyek gyorsan, miatt meg meghalok. Még alig mentem pár gémet, de már most mondom, hogy ez egyik legjobb dolog, ami bejött a játékba. 60. Hatalm tört. És megölték. Csak kiölte meg? És hogy? Railgunnal le lett lőve. Látom. 89. 89 megint. Akkor kicsit feljebb célzok, hát ott pedig. És ő is megvan, 6 kill of spawn. Egyébként meg az update-ba annyi érkezett meg, hogy ugye itt van ez a nagy cucc, ami most vagyok, itt emellett. És ahogy látjátok, itt vannak csíkok. És ez a csík egyfolytában töltödik, mindig jönnek ki sugarak belőle ebből a toronyból. Ghost Rider jobban tudja. Én annyit tudok, hogy mindig minden lövésnél, vagy minden ilyen kis energia lövésnél egy ilyen csíkot tölt fel. Ez egyre több lesz. Egyre több lesz idővel. Tudom, közben alattunk még kettő ember. Dead. Nice. Most sokan vannak itt, úgyhogy óvatosan. Egy kicsit veszélyes, meg messze a körül, úgyhogy inkább elhúzok én. Általában hogy ilyen magasra fel tud lökni, úgyhogy inkább tényleg kibekkelek, nehogy aztán itt valami probléma történjen. Szóval, hamarosan tényleg elindul az event, pontosan 2 hét múlva lesz egyébként, és ahogy jön, látom, glide-on mögöttem, úgyhogy inkább leállok és ebben van kilőni.
Aha. Nice, te is meg vagy. Ja, viszont nagyon sokan vannak, azért óvatosan. Szóval, ha be tudnám fejezni a mondandómat, akkor lesz 2 hét múlva az event, amin megint olyan lesz, mint a Season 9-es harc. Vagy mint a Season 9-es event, amikor a Kettesz meg a Mecha Team Leader harcolt egymással. Valami hasonlót tudnék megint elképzelni egyébként. Mindig amikor lőj ki ilyen kis sugarat, annál többször lesz egy kis csík, ami azt jelzi, hogy feltöltődik. És biztos gondolom megint valamit az égbe fog, mint az égbe fog lőni valamit, közben ott egy ember, aki ott állt egy helybe. 29, nice. Amit adottam el. Na. Wow. Srác tudod célozni. Nem vitt. Úgyhogy én egyébként nagyon-nagyon várom az eventet, az elkövetkező eventet. Írjátok le a kommentekbe, hogy ti mennyire várjátok az eventet, illetve az új szezont, mert hamarosan 2 hét múlva az is elérkezik. Viszont ami elérkezik 2 hét múlva, az a Crownwheel Reset. Ahogy látjátok, 67 koronás vinám van, és kéne az a 100 season végére. Úgyhogy, hogyha esetleg szeretnétek nézni, hogy grindolok, akkor trovo.live/Matyolat. Köszönöm szépen, hogyha benéztek. És akkor ott látni fogjátok, hogy grindolom a Crownwheel-eket. Ez bokron keresztül is lőtt. 89 tört, óvatosan. Ezt nem tudtam eltalálni. Újra kellett töltsek, ezért nem lőttem. Nice. Season 7-ben ugye hoztam is a Season 7-es skint. 89. Azta. Szerintem így kapott. Ugye behoztam a Season 7-es Sloan skint, mert Season 7 volt bent a Real Gun, meg a Deacon Scanner. Meg Season 8-ban is azt hiszem. Aha. Te Jézusom. Ezt már nem tudom, hogy hányadik snipe-unk. 89. 178, de egy helyben állt, úgyhogy az nem nagy cucc. Top 4. Aha, ott van. Azta! Nem is tudja, hogy honnan kapta. Van jetpackem, úgyhogy felépíthetek bárhova. 89, megint. Azt a rohált, egy Jézusom, 1v1. 1v1, kacok. Hol van az utolsó? Attól fel, arra lesz valamár. Aha. 89, te is. Aha, 500-at sebez körülbelül. Mi? Nem mondod, hogy átlő az acélfalon? Jól van. Végülis, mennyivel? 18 killel megnyertük a gémet. Oké, nem tudtam, hogy átlő a vasfalon. Ilyen könnyen. Na jó, ez nagyon broken. Ezt vissza kell nézem replaybe, ezt muszáj visszanézem. Vissza a mini shieldet. És belelőttem a falba. Itt most belelőttem a falba. Viszont srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nagyon durván broken, nagyon jó hét lesz ez ebből, illetve még lesz ezután egy hét, ami arról szól, egy olyan wild week, ami arról fog szólni, hogy minden olcsóbb, általában el szokott lenni a season végén. Úgyhogy köszönöm szépen srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, dobjatok el egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. Nagyon szépen köszönöm srácok, mindjárt meg lesz a 20 000 feliratkozó, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnyomjátok ezt a feliratkozást, illetve van egy creator kódom, ami nem más, mint Matyolat. Köszönöm szépen, hogyha bejöttek az item shop jobb alsó sarkába. Ezzel tudtok támogatni, találkozunk a legközelebbi videóban, és sziasztok!